A hétfői történelmi zuhanás után mérsékelt erősödéssel nyitottak az irányadó európai részvényindexek. A koronavírus járvány legsúlyosabb európai helyszínén Olaszországban a milánói bőrze a hétfői 5,5%-os esés után kedden 6,1%-os emelkedéssel kezdte a napot. A német tőzsde és az index euró is 4,1%-kal javult. A jelentős hétfői esést követően mérsékelt erősödéssel vágott neki a keddi kereskedésnek a magyar tőzsde is. A BUX 93 pontos plusz mellett 2,1%-kal került feljebb. Kedd délre azonban a kezdeti derűlátást ledolgozva a kontinens bőrzéi ismét lejjebb kerültek, bár az esés mértéke nem volt jelentős. A hétfői általános tőzsdei lejtmenet mellett feltűnő a Gilead nevű gyógyszercég részvényár folyamának közel 7%-os megugrása. A határozott emelkedés összefügg a WHO kijelentésével, miszerint hatékony lehet a vállalat kísérleti gyógymódja a koronavírus ellen. Az ellenanyag a klinikai tesztelés fázisába lépett.